Családi nap és tornaterem avató a Kosztolányi iskolában. Pénzügyi tudatosságot fejlesztő napot tartottak a Harsányi szakiskolában. Hétvégi programok Ferencvárosban. Köszöntjük Önöket! Állami és önkormányzati támogatásból új tornaterem épült a Kosztolányi Dezső általános iskolában. Az átadó ünnepséget a hétvégén tartották. Kálai Gáborné alpolgármester, Csőváriné Gurubi Judit, a Belső Pesti Tankerület igazgató helyettese, és Dicső István igazgató vágta át a szalagot, és adta át a Kosztolányi Dezső általános iskolában az állami és önkormányzati támogatásból 50 millió forintból létrejött új tornatermet, amit a szomszédos Epres óvoda és az iskola diákjainak műsorával avattak fel. Nagyon széles körű sportolási lehetőség volt idáig is. Egyetlen egy hátránya volt ezeknek a lehetőségeknek, hogy egy tornatermünk van, amelyben 40 órát tudunk tartani egy héten, és nekünk 80 órát kell tartanunk egy héten. Tehát amikor esik az eső, fagy, esik a hó, tehát nem megfelelőek az időjárási viszonyok, akkor a gyerekek a folyosón tornáztak. Ezért jött tehát létre most ez a második tornaterem. Mit lehet tudni erről a tornateremről, vagy a tornateremnek a paramétereiről? Több mint 140 négyzetméteres hasznos terület, amely gimnasztikára, az iskolában folyó jóga szakkörnek a foglalkozásaira. Látható, hogy bordáshalak is vannak, a szőnyegeket nem tudom most megmutatni, de az is rendelkezésre áll. Tehát mindent, amit a talajon el lehet végezni, és adott esetben egy kisebb tanulócsoportnál már labdásan is lehet játszani, az itt alkalmas. És ugye nem csak az iskola fogja használni, vagy nem csak az iskolások fogják használni a termet? Hát annyira nem, hogy a szomszédos óvodánál létesítettünk egy ajtót, át tudnak jönni a kerítésen, és ők rendszeresen itt fognak tornázni egyfelől, másfelől pedig a 17 óra utáni sávban a kerület polgárainak kisebb megállapodás alapján biztosítani fogunk mozgás lehetőséget. A tornaterem avatóra az iskola hagyományos családi napján került sor. A kinti színpadon az iskola diákjai mutatkoztak be. Itt köszöntötte a megjelenteket Kálai Gáborné alpolgármester és Csőváriné Gurubi Judit, a Belső Pesti Tankerület igazgató helyettese. Nem is kerülhetett volna sor ideálisabb időpontban erre az átadóra, mint a családok évében és a gyermeknaphoz kapcsolódva. A gyermekek, a fiatalok ügyét Ferencváros mindig is kiemelten kezelte. Ez bizonyítja a gyermekeknek és gyermekeket nevelő családoknak nyújtott számtalan támogatás, amelyet most nem sorolnék föl. Egyre több közösségi tér szolgálja ma a fiatalok, a gyermekek igényei. Bár most már az iskoláknak sem fenntartói, sem működtetői nem vagyunk, ez a mostani beruházás is azt bizonyítja, hogy nem engedtük el az iskolák kezét. Továbbra is a legfontosabbak számunkra az itt élő és itt tanuló gyerekek és fiatalok. Az üzemeltetési feladatok átkerülésével sem szűnt meg a kerületi önkormányzattal ez a hallatlanul jó kapcsolat. Számos példáját láttuk annak, hogy Ferencváros nem hagyja támogatás nélkül egyetlen egy kerületi köznevelési intézményet sem. Önkormányzati rendeletben foglaltan adnak rettentően sok támogatást a 9. kerületi diákoknak, csak néhányat közülük tankönyv és taneszköz támogatást nyújtanak. A nyári és erdei iskolai lehetőségekhez táborozási lehetőséget egész tanévben biztosítja az önkormányzat az iskolatejét a kerület diákjainak. Az iskolák mindennapos testnevelési feladatát és az egészséges életmódra nevelést sportszer támogatással, versenyek támogatásával, környezettudatos nevelést zöld programjával segíti a Ferencváros, és ezen kívül még részt vesz a diákok külföldi versenyekre, kórus találkozókra való eljuttatásában. Ez a teljesség igénye nélkül azt gondolom még ennél sokkal többet is lehetne mondani.
Az új tornaterem átadása különösen fontos, azt gondolom, az iskola életében, hiszen a köznevelésről szóló törvény, illetve a nemzeti alaptanterv kiemelt szerepet szán az egészséges életmódra nevelésben, a mindennapos testnevelésnek. Ezt önök is tudják, most már 5 óra testnevelésről beszélünk, és talán így az időjárási viszonyoktól függetlenül most már szakszerűen biztosítható a testnevelés óra. Maradunk a lakótelepi iskoláknál, a Harsányi János közgazdasági szakközépiskolában. A pénzügyi tudatosságot már fiatal korban fejlesztő napot tartottak, pénzre váltható tudás címmel. A József Attila lakótelepen lévő közgazdasági iskolában, a Harsányi János szakiskolában pénzügyekkel kapcsolatos tematikus napot tartottak. A Magyar Nemzeti Bank, a Diákhitelközpont és a Magyar Bankszövetség által létrehozott pénziránytű alapítvány felhívására 17 iskola jelentkezett, közülük 7 intézményt választottak ki. A program célja, hogy fejlesszék a pénzügyi tudatosságot. Pénziránytű alapítvány és a Diákhitelközpont ZRT szervezésében valósulhatott meg ez a nap, ami a pénzre váltható tudás címszó alatt fut a diákjaink számára. Ők ezen a napon először 2 interaktív órán vesznek részt, melyet saját tanáraink tartanak, de a pénziránytű alapítvány készítette a tanárainkat fel ezekre az órákra. Itt 20-25 fős csoportokban folyik az oktatás, és megismerkedhetnek a gyerekek, hogy egy-egy nyári fesztivál vagy külföldi nyelvtanulás, jogosítvány mennyibe kerülhet a számukra, és végig gondolhatják, hogy mikor és milyen bevételekre kell szert tenniük, hogy céljaikat meg tudják valósítani. Jelenleg ezek a diákok csoportmunkában egy pénzügyi tervet készítenek. Különböző témakörök vannak, van, amelyik egyik csoportnak jogosítványra kell összeszednie pénzt. A feladatok biztosítanak bizonyos bevételt, de ez egy nagyon kis része a költségek fedezésére, a többit nekik kell kidolgozniuk, tényleg szinte önerőből. Tehát az egyik jogosítványra gyűjt, a másik a továbbtanulás, tehát tandíjra fog gyűjteni, a harmadik pedig egy külföldön lefolytandó nyelvtanfolyamra készül. És miután készen vannak a pénzügyi tervvel, ez is egy pedagógiai módszer, hogy akkor utána szépen felrakják ezeket a plakátokat, és el fogják mondani. Ennek a feladatnak nincsen jó vagy rossz megoldása, hanem melyik gyerekcsoport milyen pénzügyi tervet dolgozott ki, hogy mennyiből kell gazdálkodnia, és mit fog ebből megvalósítani. Végül is így nincsen jó vagy rossz megoldás. A papír szerint 11-esek vagyunk, és havonta 8000 forintot kapunk, és egy koncertre szeretném menni, és ezt próbáljuk meg kidolgozni. Mennyibe kerül a koncertjegy? Arra kell akkor gyűjteni? Nem csak arra, ugyanis 4 napról van szó, és akkor így azt kell kiszámolnunk. Tehát egy fesztiválra gyűjtetek akkor, igen, hogy az mennyibe fog kerülni? Igen. Voltatok már egyébként fesztiválon? Nem, még nem voltam, én nem. És van ötletetek, elképzelésetek, hogy miből lehet összegyűjteni? Azért nem olcsó egy fesztivál. Hát, vagy először úgy számoltuk, hogy felvesz diákhitel, de ugye az csak tanulásra lehet költeni, ezért elmegy diákmunkára. És mit fog csinálni? Hát korepetál ilyen, vagy angolt, vagy matekot. Az órákat követően egy pódiumbeszélgetést fog tartani Garami Gábor, ahol aminek célja tulajdonképpen a pénzügyi tudatosság megismerése, illetve a gyerekek mit tanultak ebből meg. Megszólalnak majd volt és jelenlegi diákjaink, akik arról beszélnek, hogy mi mindent tanulhattak meg itt a Harsányiban, és hasznosítanak jelen pillanatban is munkájuk, illetve tanulmányaik során. Egy ilyen tematikus mennyivel tud többet adni, vagy miként tud többet adni a diákoknak azon túl, amit egyébként tanulnak itt az iskolában?
Hát mindenképpen ez nagyon tömény, nagyon sűrű, és itt olyan dolgokat is megismerhetnek a diákok, amik akár napi változások, tehát akár tegnap vagy tegnap előtt történt a változás, és ez nem biztos, hogy eljut hozzájuk a tankönyvekből, illetve a tanórákon keresztül. Ti egyébként mennyire szoktatok spórolni, félretenni, vagy a pénzügyekkel foglalkozni? Hát igazából attól függ, hogy van egy célom, jelen pillanatban van, szóval most azon vagyok, hogy minél több pénz legyen. Azt szeretném, hogy nyár felejtetetlen, és akkor így el szeretnék járkálni majd egy kicsit, és arra kell. És akkor megy már a gyűjtés ezek szerint? Igen, igen, már megy. És nálad, neked? Hát én szeretnék egy új telefont venni, és ezért én is szeretnék takarékoskodni rá. És már gyűlik a pénz? Igen, igen. Ebben a korban egyébként hogyan viszonyulnak a diákok a pénzhez, a pénzügyekhez? Tehát például mennyire spórolnak, vagy mennyire tudják reálisan felmérni azt, hogy mi mennyit ér? Ez nagyon vegyes, tehát egyrészt azért tudni kell, hogy ez egy gazdasági kereskedelmi szakgimnázium, tehát azért ők a tanórákon sok mindent megtudnak, de a családi háttér is sokban hozzásegít, ahol az apa és az anya, meg az egész család tudatosan tervezi az életét pénzügyi irányban, ott a gyereken is ez abszolút látható, akár már 14 éves korban, már junior bankkártyájuk is van, és ezt használják is, és tudják, hogy mire használhatják. Hétvégén rendezték meg a 15. Református Zenei Fesztivált, amit Böszörményi Gergely szervező, dr. Bácskai János polgármester és Harkai Ferenc református lelkész nyitott meg. A program kínálatban idén is változatos zenei koncertek, előadások szerepeltek több helyszínen, a Bakás téren, a Rádai utcai teológián és a Kálvin udvarban. Szintén hétvégén került sor a hagyományos gyereknapra a Haller utcai művelődési központ udvarán. Színház koncert és bolhapiac is várta a gyerekeket. A programokról részletesen későbbi Kult negyed című műsorunkban számolunk be. Ezen a hétvégén, június 1-én pénteken várják Önöket a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezésre. A Kálvin téri református templomban idén is 10 népdalt énekelnek el a ferencvárosi diákok a határon túli testvérvárosainkból érkezett fiatalokkal közösen, és itt kerülnek átadásra a magyar nyelvérdíjak is. Beszédet mond dr. Bácskai János polgármester és Páncél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. Másnap, június 2-án szombaton Határok nélkül címmel élő névviseleti bemutató lesz Ferencvárosban. A közel 100 darabos egyedülálló gyűjtemény a Kárpát-medence magyarságának viseleteit dolgozza fel és mutatja meg. A felvonulással és koncertekkel színesített ünnepség 13:30-kor kezdődik a Kálvin udvarban. Június 3-án vasárnap pedig 9-től 14 óráig a Ferenc téren nyárváró családi nap lesz. 10 órától a Kaláka együttes ad koncertet. A programokhoz jó szórakozást, további kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!